Két nagy nevű, egykori sportoló látogatott Szekszárdra, hogy pályafutásokról beszéljenek. Egyikük Dunai Antal, legendás labdarúgó és edző. Pályafutását Baján kezdte, majd az Újpesttel sorozatban 7-szer nyerte meg az első osztályú bajnokságot. 3-szor volt gólkirály, 1967-ben az európai ezüstcipőt is megszerezte. 1968-ban olimpiai bajnok lett a válogatottal. Jött Mexikóba az aranyérmem, 68-ban. És 72-ben fél időben, Münchenbe a lengyelek ellen vezettünk. Tehát még aranyérmes voltam fél időben. Olyan közel voltam a 3 olimpiai éremhez, hogy szinte hihetetlen. Amilyen közel voltam, hát meg lehetett volna, mind ahogy nincs. Hát így is meg vagyok elégedve, tehát nem azért mondom, úgyhogy azért mindenféleképpen nagy öröm volt ott lennem. Dunai Antal elmondta, az egyéni teljesítménye miatt sok külföldi sztárcsapat figyelte őt. A Barcelona leszerette volna szerződtetni a magyar csatárt, azonban az akkori politikai helyzet ezt nem tette lehetővé. Később a katalán klublegenda Kubala László segítségével mégis kijutott Spanyolországba, ahol edzőként több csapatot is irányított. Az egykori játékos és edző a mai magyar labdarúgásról is elmondta a véleményét. Van még egy pár játékos, de még több Szoboszlai kellene. Több Szoboszlai, minden poszton, olyan helyeken, ő jó, nagyon jó, akart lenni, volt ambíció, látszik, családi, hogy is hívják is van, hogy tehát eltökélte, ahogy az előbb beszéltünk, hogy én minden áron jó focista akarok lenni, válogatott, profi játékos, stb. És még ami vár rá. Hegedűs Csaba, olimpiai, világ és kétszeres Európa-bajnok birkózó, mesteredző, sportdiplomata. Úgy fogalmazott, az ő sikereik a mai értékvesztett világban példát mutatnak. Kiemelte, a magyarságunkra mindig büszkének kell legyünk. Versenyzőként a Mr. Tusra, a szófiai világbajnokságra, a 100. magyar olimpia aranyéremre Münchenben, és hát egy súlyos baleset követőleg még 2 Európa bajnokságot 2 súlycsoportban nyertem. Edzői munkámban azt gondolom, hogy a 4 aranyéremmel hazajött San Diego-i csapat kocsis Rácz Lajos, Tóth Istvánnal az élen Növényi Norbi ezüstérmével azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres világbajnokság volt. Dunai Antal és Hegedűs Csaba is tagjai a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének, többek között olyan személyekkel együtt, mint Egerszegi Krisztina, Keleti Ágnes vagy Darnyi Tamás.